meg az lesz. Most itt fogunk ülni, és röhögünk azon, hogy nem tudunk megszólalni. Úgyhogy ennek örömére úgy gondoltuk, hogy először egy főzőműsorral kezdünk. Fogunk csinálni egy híres ázsiai garnéla levest, nem hangzik egyszerűen, de számomra az lesz. Kell nekünk egy tányér. Kollégát megkérem, hogy adja egy... A tányért köszönöm szépen. A második pedig, hogy vannak benne ilyen zacskók. Aha, nem is nézzük. Jó, szerintem hagyjuk ezt a főzőműsort. Csapó kettő. Azt! Mivel ez nem sikerült olyan jól, ezért úgy gondoltuk, hogy belevágunk egy podcastbe. Hát a hang az olyan, amilyen. Kezdjük ott, hogy most a konyhámban vagyunk egyébként, és ezt mikor? Hát egy hete találtuk ki, hogy kéne egy ilyen podcast beszélgetős műsort csinálni, mert egy csomó olyan ismerősünk van, aki tök érdekes számunkra. Számotokra lehet, hogy kevésbé, de mi élvezni fogjuk a videózást. Érdekes, mindenképp érdekes. Szerintem kevésbé ismert. Igen. Folyamatosan hívunk vendégeket, és velünk fogunk beszélgetni, aztán meglátjuk, hogy ez mennyire tetszik nektek, mennyire nem. Nem kell aggódni, mágnesvorgászat tartalom nem lesz abbahagyva, hogy a többi tartalom se, ugyanúgy fogunk még gokártozni, BMX-ezni, meg mindenféle hülyeséget csinálni. És akkor hol kezdjük? Hát belevágtunk ebbe, ugye a konyhát alakítottuk át, festettünk, furtunk, faragtunk, tapétáztunk, lámpákat vettünk, szivacs. Jó, drágám! Ilyen hang, mi az, vízhang csökkentő szivacsokat is tettem föl, egy-kettő még nincs föl. Valami olyasmi, értitek, hogy ne legyen olyan gázos a hang. Hát majd meglátjuk, hogy milyen, még egy-kettő nincs föl, lehet, hogy ennél jobb lesz. Egyelőre ez egy alacsony költségvetés, tehát még nem készültünk mikrofonokkal külön, de majd, hogyha tetszik, akkor miért nem lehet, hogy vásárlunk. Ez itt az első podcastünk, nem is az első, igazából ez még a nulladik, mert az első podcastünkre egy tök érdekes arcot, illetve arcokat hívtunk meg. Szerintem nagyjából, aki a mágnesvarjászattal kapcsolatos, mindenki fogja ismerni, ki az, Dávid és Erik, akik a Magnetis üzletet nyomják ezerrel a Campónába, ugye ők a www.mágnesvarjászat.hu, és ugye ők kezdték ezt az egészet Magyarországon, de most röviden ennyit. Szóval nagyjából tudjátok, hogy kiről lesz majd szó, és most ide ebbe a videó alá írjatok kommentet, hogy milyen kérdéseket tennétek föl nekik. Én tudok egyet. Na? Hogy vagy? Ez nagyon jó kérdés, köszönjük. Claire, a továbbiakban nem szeretnék együttműködni veled. Sziasztok! Na most egyedül sört azt itt hagyhattad volna. Csak visszajövök akkor. Ezt megállítom, hogy elmentse. Igen, oda varázsoltál egy sört. Nem feltűnő. Na, hát még nem csináltunk ilyet. Úgyhogy kérem a Balázs kollégámat, hogy addig szólaljon már meg, mert én kurva nem tudok beszélni. De mit mondjak? Egyébként én is ilyen voltam, hogy kamerá előtt tökre nem tudtam megszólalni. Meg amúgy se tudtam megszólalni, mert nagyon dadogtam, vagyis... Hát nem beszéltem túl azért szépen. Most meg fogod, nézem a lencsét, és így... Aha. Nézem a lencsét, és olyan, mintha az a lencse egy ilyen 10 000 fős között. Igen. Pedig amúgy nem, csak 100 000, tudod, egy jobb napokon már volt olyan. Ja, aztán valahogy így elkezdtem vlogolni, és utána olyan természetes lett, hogy így, csak úgy beszélgetek, tudod, hogy magamban aztán kész, így nem figyeltem semmire. Én is szoktam végül is kamerába beszélni. Meg magadba is. Szülinapi bulidra értettem, amikor egy kicsit, hogy mondják, beszédesre ittad magad. Eklen az úgy témázott, nem figyelt oda senki, de ő mondta, úgyhogy amúgy jó. De csak azért nem figyelt oda senki, mert volt egy sztori, amit már 3-szor meséltél. Hát vagy ott. Te milyen vendégekre gondoltál, hogy miket hívjunk meg? Értem, köszönjük szépen. Nem gondoltunk bele abba, hogy milyen lesz egy podcast műsor, és akkor beszélni kell, szóval ez így most egy kicsit nehéz. Legalábbis gyakorlásnak jó. Ja. Az a baj, hogy már mondtam volna. Ne aggódjatok, a többi műsor az... Hát lehet, hogy ilyen szar lesz, de meglátjuk. Igyekszem majd nem szűkszavú lenni.
Ugye most gondoltam arra, hogy meghívunk ilyen mágneses csapatokat. Kiket? Nagy Lac. Nagy Lacot, tényleg Nagy Lac. Nagy Laccal mondjuk jöhet akkor Kis Lac, meg talán még belefér az Olivér is. lehet, hogy egy-két nézőnek a biztosítékát kiveri, de igen, és amúgy adjuk, és nem adjuk vissza a zsebet. Mi szeretjük az Olivért amúgy, így szívünk alatt, tudod, így mélyen elrejtve. Ott már jó mélyen. Jó mélyen, jó mélyen. Én először találkoztam vele. Ja tényleg, téged még csak videókon keresztül idegesített. De tök jó volt, amikor kicsit beitókáztunk ott mindannyian. Hát jó. Nem is tudom, ilyen csapatépítő jellegű dolog volt az a rendezvény nulladik nap. Igen. Az jó volt. És jó volt. Hát én nagyon el voltam az Olivérrel. Ott egész jó volt. Hát így, hogy egy kicsit iszogattunk, és így meg pláne. Olyat hányt, de... Igen, ezt nem akartuk mondani. Oliver egy kicsit többet ivott a kelleténél, de na mindegy. Szóval majd vendégünk lesz valószínűleg ő is. Tudok még egy csapatot. Vidéki Kommandó. Vidéki Kommandó, ők most jelenleg ők a kedvenceim. A legdurvábbakat fogják. Nagyon durva fogásaik vannak komolyan. A mágnes csoport... Megpróbáljuk majd megbeszélni mágnes is, hogy... Ja igen, végül is a mágnes csoportban állandóan posztolnak, folyamatosan késeket fognak, fegyvereket, mint hogyha nem is tudom. Ja. Hát így és real, nem izé, nem kamu, ez tényleg halálkomoly. Halál izé, halálosan ilyen, tökre ilyen régi, látszik rajta, hogy akkor vették ki a vízből, és bele van vagy 20 éve, és nagyon jó cukrokat, azokat, nagyon jó cuccokat fognak. Érdekes embernek számítanak például a BMX-esek. Van egy-két BMX-es profi sportoló ismerősünk, több is. Akik így nem abból a mainstream vonalból vannak. Volt egy olyan videóm, amiben volt egy srác az Illés Adorján, aki körbe biciklizte a földet. Pont akartam mondani, a világjárók. A világjárók, igen. Van egy-két világjáró haverom, van a buszos is, aki egy saját készítésű lakóbusszal járja a világot. Valószínűleg őt is meghívjuk, mert egyrészt tök érdekes ez az élete, másrészt pedig egyébként kézzel a sörgyárba dolgozik. És a sörről nagyon sokat tud beszélni, úgyhogy lehet, hogy ő lesz a kedvenc alanyod. Ő lesz a második vendég. Ja. Úgyhogy nagyjából valami ilyesmi videók. Na most nagyon izét felbuzdult. Nagyjából valami ilyesmi videók várható. Az, amelyek jól rágyúrok a sörre. Így elsőre. Ha van ötletetek, hogy kiket hívjunk meg, ami ne ilyen izé, ilyen José, meg mit tudom én, meg ilyen nagy emberekre ne gondoljatok. Ne az ismert youtubereket, igen. Hanem akiről tényleg úgy gondoljátok, hogy értékes, de... Szeretnétek többet megtudni róluk. Vagy esetleg túl alulértékelt ahhoz. Igen. De mégis úgy gondoljátok, hogy értékes, érdekes emberek, akkor nyugodtan szeretettel vagy várjuk, vagy értékesek. Mert akkor meg max elraboljuk őket, az kész. Váltságnik fejében. Közelben van, Zoci. Most már értem, hogy miért nem szénsavasat isznak ilyenkor. Mindig ezzel gondolkoztam, hogy miért isznak sima vizet. Mondom, most már hülyeség, tudod. Most már értem, hogy miért nem kell élőzni. A Puki még nem is volt. Én fingottam. Ja, jó, akkor jó. Azért érződik, hogy melóztam már. Na. Ezekben a podcastekben hamar ki fog derülni, hogy amúgy rohadt nagy tirpákok vagyunk. Az biztos. Mondjad. Lehet, hogy erre is kéne figyelni le. De baba, lerakom, mert amúgy mi épp videózzuk magunkat. Most... Fogadjunk amúgy, hogy ezt kb. Két szóból el tudtam volna mondani. Ezt nem? De két szóval igen. Ha nagyjából ott... Ah, hallod? Ne! Csináltam, tudod nekünk azt a... Mi ez? Ah, csilis babot. Paprikát vágtam, és most belenyúltam a szemembe. Hallod, ugye kiég. Úgyhogy gyorsan lezárom, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretnétek majd hasonló tartalmakat látni, remélem, hogy lesz még, akkor pedig iratkozzatok fel, és akkor nem maradtok le a következő videóról. És ugye kommentbe írjatok le, hogy kikkel dumcsizzunk, így esténként. És nagyjából ennyi, találkozunk a következőbe. Szevasztok!
Kérem, mondjon valamit. Minden oké? Okay? Mi? Manu. Szia, Manu.